Júliusban kezdődött és általában szeptember végéig, október közepéig tart a dohánybetakarítás időszaka. Az időjárás miatt azonban ennél a növénynél is előfordulnak problémák a mennyiséggel és minőséggel kapcsolatban. A témával kapcsolatban pedig vendénk a stúdióban Bényei és a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok, elnök úr! Jó napot kívánok, kedves nézőket és köszöntöm! Pár héttel, hónappal ezelőtt, amikor beszélgettünk, akkor azt mondta, hogy hát egyelőre nem lehet pontosan tudni, hogy milyen lesz a termés mennyisége és minősége. Most már azért úgy nagyjából jobban körvonalazódnak a dolgok, ugye? Vagy még mindig ugyanez a helyzet? Annak ellenére, hogy elindult a betakarítás? É, így igaz, mert a elindulni elindult a betakarítás, mint említette volt július közepén, korábban, mint a korábbi években. Viszont... Ez mire köszönhető, bocsánat? Ez a meleg időjárásnak volt köszönhető, meg nyilván annak a csapadékmennyiségnek is, amely az ültetést követően érkezett meg az ültetvényekre. A szokásostól egyébként nem sok egy olyan 5-6 nappal volt mindössze a kezdés korábban, mint szokott ez lenni. És hát az időjárásnak vagyunk teljes egészébe kiszolgáltatva, az dönti el, hogy meddig van lehetőség a betakarítás folytatására. Eldöntheti úgy is, hogy akár már szeptemberbe, szeptember elején, ne adj Isten, egy dér következtében a teljesültetvény az alkalmatlanná válik a betakarításra és feldolgozásra, de voltak olyan időszakok is, amikor még október 28-án dohány törtek a gazdálkodók. Ez az időszak, ez függ természetesen a kezdeti időjárástól, a folyamatában bekövetkezett változásoktól, a hőmérséklettől, és azt kell mondjam, hogy ez az év annak ellenére, hogy nagyon mostohán indult, hiszen borzasztó száj volt az ültetés kezdetekor. Ezt követően ugyan egy jelentős csapadékot volt szerencsénk észlelni, de szomorú az, hogy ez egy rendkívül hideg időjárással párosult egy együtt, és mintegy tíz napon keresztül egy helybe maradt az ültetvény, nem indult meg. Majd ezt követően a változó meleg és csapadóikos időjárás rendkívül kedvez a dohánynak, és megindult a fejlődés, úgyhogy be is hozta azt a lemaradást, amit a kezdeti időszakban elszenvedett. Sajnos volt a meleg időszak közepette olyan is, hogy jégverés pusztított, és elég jelentős területen, több mint 30 hektár például a megyébe betárcsázásra került, mert nem maradt éplevél, amivel lett volna érdemes foglalkozni. De jelen pillanatban úgy állunk, hogy körülbelül negyed egy harmadánál tartunk a betakarításnál, és már elemzések vannak, de még a végkifejlet az még jobbra is balra is eldőlhet. Mi lenne egy optimális helyzet? Hát az optimális helyzet az lenne, mint említettem, volt, ha egy 15 napon belül kapna egy 20 mm uh -huh. csapadékot, és ha nem is ez a 35 fokos meleg, mint ami ma is van, de egy 25 fokos hőmérséklet esetén, ez a dohány még képes lenne újabb leveleket hozni, még van olyan stádiumban, és uh, ahány levél az úgy növekszik, úgy emeli a uh, súlyt, az átlag uh, termést, uh, ugyanakkor pedig a minőséget is befolyásolja a uh, csapadék, a szöveteknek a felépülése az nagyon nem mindegy, hogy milyen. Pillanatnyilag a kihozatal az a korábbi évektől kedvezőtlenebbnek mutatkozik, ez azt jelenti, azt kell érteni ez alatt, hogy 6 kg zöld dohányból szárad 1 kg száraz dohány, ami feldolgozásra alkalmas, és hát pillanatnyilag több mint 6 kg kell 1 kg száraz dohánynak a előállításához zölden betakarítani. Egyébként ez a növény, ez milyen időjárást igényel? Tehát ugye most halljuk folyamatosan Szabolcszat már Bereg megyéről is, hogy a klímaváltozás ez különösen sújtja. Ez egyébként kedvezne a dohánynak? Ahogy említettem, a meleg egyszerűen igényli a dohány, de vele párhuzamosan a csapadékot is, vízre is rettentő szüksége van. Na most a betakarítás befolyásolja még az időbeniséget, az, hogy zömmel azért kézi munkaerővel történik a betakarítás, és na ez az a szegmense most a dohánytermelőknek, amelyik a gyenge láncszemet jelenti. Egyszerűen nincs olyan munkaerő, amelyikkel szakképzett minőségi munkát kiszámítottan előre programozva, tervezve lehetne végezni, mert időszaki alkalmazottakkal folynak ezek a munkálatok. Nagyon kevés ember maradt a falvakban, akik korábban éveken keresztül ezt a munkálatot végezték. Ők volt lehetőségük elhelyezkedni más területeken, Nyilván nem mezőgazdaságba, de bizony nagyon sokan el is vándoroltak távolabbra, akár az ország másik szegletébe, de külföldre is nagyon sokan. Így nem ritkán előfordul az, hogy külföldieket kénytelenek behozni a vállalkozók, akik a dohánybetakarítását végzik, és hát bizony bizony ők sem szívesen maradnak és végzik ezt a munkát, hisz rendkívül ö, igénybe veszi a 40-50 fokos melegbe földig hajolva végezni a ö, munkaidőben a dohányoknak a betakarítását, a törését. Ugyanakkor a dohányzsír megtapad az egész testén. Ez egy igazából majd, hogy nem azt mondom, hogy nem fehér embernek való munka. Már nem véletlen. Mondanom, nem is egy túlfizetett. Itt most már a fizetésről nem lehetne azt mondani, hogy nincs megfizetve, hiszen egy ezer forintos órabér az ma már elvárás a munkavállaló részéről, és akkor még minőségi munkavégzésről mindig nem beszéltünk. Tapasztalat nélkül, fáradtan, szóval nagyon sok gondunk, nagyon sok problémánk van e területen, és azt gondolom, hogy nem valószínű, hogy ezt így sokáig fönt lehet tartani. Ha és amennyiben a képesítés irányában nem tudunk jelentős elmozdulást tenni, akkor nem biztos, hogy fenntarthatóvá marad Magyarországon még, a dohánytermelés. Még akkor sem, hogy, hogy a, a támogatás az, az megvan. És hát a támogatás megvan, de ez a felvásárlási árral együtt sem fedezi azt, hogy az elmúlt években megváltozott itt a, a minimál béreknek az emelésére gondolok. Ez viszi magával egyértelműen a alkalmi munkánál az órabéreket, és mint ahogy említettem, minőségi munkát pedig ezektől az emberektől, akik először látnak dohányültetvényt, igazából el sem várható, és hát az az igazság, hogy valahol a lelkiismeret is hiányzik belőle. Mire gondol? Hát arra gondolok, hogy hiába oktatjuk ki, hogy ez még zöld, ez a levél, ezt még nem lehet letörni. Sajnos értelmi szinten sem állnak olyan helyzetbe, hogy, hogy ők ezt meg tudnák fogadni. Bizony előfordul, hogy nagyon vegyes állapotú dohányok kerülnek betakarításra. Tehát ha nem történik előrelépés, akkor ez úgyben még mondhatjuk azt is, hogy majd hogy nem a napjai meg vannak számlálva az ágazatnak? Hát, ha is, amennyiben a gépesítéssel nem tudunk előrébb lépni, vagy az a munkaerő, amelyik elment, nem fordul vissza, ennek nem sok esélyét látok, akkor sajnos bekövetkezhet az, hogy meg vannak számlálva a napjaink, és azok tudnak fennmaradni, akik megfelelő gépesítéssel bírnak ezen a területen. Köszönjük, hogy itt voltálunk. Én is köszönöm szépen.